Takács Miklós, Földesi András, Nagy István, Varga Renáta, Mácsik János és Magyar Zoltán. Ők azok a jelöltek, akikre április 3-án leadhatták szavazataikat a választópolgárok az egyéni jelöltek listáján. Győr-Moson Sopron megye 5-ös számú választókerületében 71,83%-os részvételi arány mellett összesen 54.432-en adták le szavazatukat az országgyűlési választásokon. Az április 4-i hétfő délelőtti adatok alapján ebből 59,89%-ot, összesen 31.810 szavazatot dr. Nagy István kapott a választókerületben. Nagy István a választásokat értékelve elmondta, kihívásokkal teli időszak van mindenki háta mögött, aminek egyik legnehezebb része a koronavírus járvány volt, ami mindenki életét megnehezítette és megváltoztatta. Mindez ellenére az elmúlt években Moson-Magyaróvár és térségében több beruházás, fejlesztés is megvalósult. Nagyon sok gazdasági eredményre lehet büszkék. Nagyon sok olyan beruházás történt a városban és településeken, amely új munkahelyeket teremtett, amely lehetővé tette olyan infrastruktúrális fejlesztéseket, utakat tudjuk felújítani. Oktatás, a sport, az egészségügy, kultúra, szociális területen tudjunk beruházásokat végrehajtani, ami mind-mind az itt élők életminőségét tudta javítani. Szóval egy nagy munka volt, de egy nagyon szép győzelemmel végződött, amihez én végtelen hálával és köszönettel tartozom. Nagy István után a második legtöbb szavazatot Magyar Zoltán, az ellenzéki összefogás jelöltje kapta. Magyar Zoltán a szavazatok 29,87%-át, összesen 15.864 voksot kapott. A Fidesz és az ellenzéki összefogás közötti különbség országszerte érezhető, a 106 egyéni választókerületből 88-at a Fidesz nyert, így 135 helyet szerzett a parlamentben, míg az ellenzéki összefogás 56 mandátummal szerepel az országgyűlésben. A kampányban nagyon jól esett, hogy támaszkodhattam rengeteg emberre, és ez elképesztő erőt adott, hogy önzetlenül a saját szabadidejüket feláldozva emberek jöttek és dolgoztak a kormányváltásért, meg hát a szavazóknak is nyilván meg kell köszönnöm, még ha most ez nem is volt elég ez a szavazatszám, mindenképpen köszönet jár azért, hogy a bizalmat azt belém és hát a kormányváltás szándékába helyezték. Hát az eredmény miatt pedig nincs mit titkolni, nagyon hát lesújtónak tartom, és csalódott vagyok. A 2022-es országgyűlési választásokon 2722 szavazatot, 12%-ot Takács Miklós, a Mi Hazánk jelöltje, 1560 szavazatot, 2,94%-ot Földesi András, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt jelöltje, 712 szavazatot, ami 1,34%-ot jelent Mácsik János, a Memo jelöltje, míg Varga Renáta, a Normális Párt jelöltje, 445 voksot, a szavazatok 0,84%-át kapta.